Köszöntök minden kedves nézőt, én Dani vagyok, és ez most itt egy újabb Forma 1 2016-os autó lenne. Ez viszont most egy kivételes videó, elég régen volt szerintem ilyen a csatornám történelmében, talán 2014-ben töltöttem fel, vagy 13-as játékból utoljára multiplayer videókat, de ugye kivel a legizgalmasabb játszani? Hát főképpen a barátokkal és élő emberekkel, mert ők nem csinálnak olyan abszurd dolgokat, mint a számítógép, és felmentünk egy szerverre, pár barátommal ismertem Chilit, Foton, Gerit, Fabit is, és ebből egy nagyon-nagyon jó csata alakult ki. Ez egy ötkörös verseny lesz Monzában, ami természetesen nem fogja majd helyettesíteni a versenyszimulációs sorozatot, és a Haas Ferrari autóját, Haas Ferrari csapatát fogom erősíteni. Amit tudni kell ezekről a multiplayer versenyekről, hogy mi nagyon sokat játszunk ilyet, és ebből majd szerintem lesznek videók. Általában úgy szoktuk játszani, hogy ötkörös versenyek egy egykörös időmérővel, azaz, hogy csak egy darab lehetőséget van megfutni a gyors kört. Ezek általában nagyon-nagyon izgalmasak szoktak lenni, ugyanis mi inkább szeretünk több pályán menni öt köröket, és ha esetleg hibázol valahol, vagy kilöknek esetleg, akkor ne menjen el fél órányi verseny, hanem csak egy ötkörös verseny menjen el, és folyamatosan váltogatjuk a pályákat, és így ötkörös, izgalmas, 10 perces videókat is majd fel tudok nektek tölteni, és ugye, ahogy előbb említettem, ezek majd nem fogják helyettesíteni a versenyszimulációt. Amit nagyon fontos megjegyeznem, hogy az autók teljesítmény ezeken a multiplayer online versenyeken a legtöbb szerveren egyenlőek, szóval nem kell aggódni attól, hogy nekem bármilyen hátrányom lesz, akár a Haas-szal menve a Mercedeshez képest, mivel egyenlőek az autó teljesítmények, ugye így van beállítva az igazságosság érdekében. Ezt a videót még a játék megjelenése után nem sokkal vettem föl, szóval azóta még jobban vezetek talán, de most ugyebár ti is láthattátok a csatornán, hogy kijött a Battlefield egy béta, ezek mellett ugye újra telepítettem a gépemet, és elkezdődött a tanítás is. Szóval így minden összejött egyszerre, és a versenyszimuláció sorozatomat azt most már szerintem egy 2-3 hétre szüneteltetem is, és inkább helyette ezt a videót szeretném feltölteni, de a monakai verseny lesz a következő verseny, amit nekem fel kell vennem, és azt mindenképpen fel fogom venni, majd és feltölteni azt is, ugyanis majd kell a jövőben beszélnem a 2017-es szabályváltoztatásokról, ugye a Ferrari-ról már beszéltem, és szerintem fogok még egy videót áldozni Verstappennek is, mert ugyebár Spa-Francorchamps-ban volt egy kis incidense Raikkonennel és Vettellel is, erről mindenkinek meg lehet nyilván a saját véleménye, nekem is megvan, és kicsit elmondom, hogy mi úgy a világ véleménye erről az egészről, és hogy látom én ezt a dolgot, és hogy szerintem hogy a helyes. Igazából nem szeretnék tovább beszélni, élvezzétek ki ezt a párkörös versenyt, remélem tetszeni fog ez a videó, majd a videó végén ne felejtsetek el egy like-on nevezni, vagyis egy like-on jelezni, igen, jó lenne, ha megtanulnék amúgy végre magyarul, esetleg írjatok oda egy kommentet, és ha még nem tettétek volna, még iratkozzatok fel a csatornámra, és ami nagyon-nagyon fontos az, hogyha ez nektek tetszik, akkor mutassátok meg, és osszátok meg barátaitokkal, mert különben sosem nem fog gyarapodni a csatorna. Gyerekek, fiaim, ti vagytok a mindenem, szóval rajtatok múlik, hogy fog folytatódni a jövő, mert ha csak úgy szállnak a lájkok, akkor nyilván én is lelkesebben állok neki egy Forma 1-es videó elkészítésének. Köszönöm szépen a figyelmet akkor, vagyis még nem köszönöm meg, mert még meg sem néztük a videót, de további jó szórakozást ehhez a párkörhöz. Sziasztok! Nem értem, hogy mikor kap büntetést. Hova? Nem tudom. Tudjátok mi? Visszacsatlakozom megfegyőző. Nem kaptam DRS-t volt, pedig direkt úgy trükköztem. Nekem azt mutatja, hogy van DRS-et. LOL, nekem nincs.
Uha, Geri! Mi az? Hozzá meglöktél a picit. Meglöktelek? Aha. Köztünk volt még egy fél méter, nálam. Az talán. Már nem tudtam kigyorsítani. Megelőzött itt a fábi gyerek is. Ausztria után mi jön a versenynaptárba? Nem aztán jön... Silverstone. Nem. Fog majd az jön a karrierbe. Mindjárt jövök. Ennyit az előnyömről. Áblokkolt a kerekem, aztán onnantól már esélyem sem volt. Fabi. Eddig bírta a nagy nyomást. Na! Nem bírok átjönni szélárnyékba. Hú, ajaj! Előttem vagy mellettem vagy mögöttem vagy? Mellettem vagyok, vagy mellettem vagy. Rip, Geri. Mászni majd pont aláfordulásba mentem és nem követtelek. Hát akkor Rip Dani lett volna, aztán Fabi még így is leadott volna minket, hogy... Marek van már mögöttem. Ja. Ne, az volt a gond, hogy hozzáértem ott a hurkához aztán. Én a hurkát enni szoktam. Ó, micsoda vicces ember vagyok. Biztos. Pillanat. Elrontom. Ajde, na húj! Na most már!